Valahányszor a katolikus egyház megkísérel mondani valamit a gazdaságról, bírálat éri. Hiszen ha ragaszkodik az elvont elvekhez, túlságosan távolinak és megfoghatatlannak tartjuk. Ha konkrét álláspontot támogat, azzal vádoljuk, hogy túllépi a hatáskörét. Született a közelmúltban egy olyan dokumentum, amely szókratészi ügyességgel hidalja át ezt a problémát. Elviekben didaktikus marad, a konkrét álláspontját illetően pedig kérdez. Az Uniapak, amely a keresztény vállalkozók, illetve vállalkozói vezetők, vagyis magyar menedzserek világszervezete, nagy kongresszusokat szervez, és az idei világkongresszus Lyonba tartotta meg. A Magyarországi Kérmez az értékalapú megőrző egyesület, amely magyar keresztény vállalkozókat fog össze. Engem delegált, engem küldött, én voltam az egyetlen magyarországi résztvevő. Magyarország meg a térségből általában kevesen voltak, viszont 2000 vállalkozó jött össze feleségével együtt, plusz sok afrikai és dél-amerikai, és azért olyan jelentős ez a találko azon, hogy nagyon-nagyon jól sikerült, mert ott mutatták be a legújabb, hát nem mondhatnám pápai, de a Pápai Igazságosság és Béke Bizottságnak egy állásfoglalását, amely a vállalati felelősségről szól teljesen új nyelvezetben, mégpedig az a lényege, hogy a vállalkozó számára ad, hogy mondjam, egy knigét, egy ilyen útmutatást, hogy hogyan kell helyesen viselkedni, és kvázi egy lelki tükröt is összeállított, ami nagyon meglepetés volt. És a blogokon, tehát az mutatja a népszerűségét, már irtózatosan szétfutott az szerte a világon, és rengeteg blog vitatkozik erre, és nagyon dicsérik minden oldalról, konzervatívok és liberálisok is érdekes módon. És miben különbözik ez a korábbi megnyilatkozásoktól? Így a vállalkozó a személyében egyáltalán nem volt eddig pápai vagy egyházi nyilatkozat. Az egyház szociális tanítása tartalmaz olyan elemeket, meg az alapozza, ami mostani nyilatkozatot is megalapozza, például sokat emlegetett szubszidiaritás elvét, vagyis mindent a maga szintjén kell kivitelezni vagy végrehajtani, ezt az Európai Közösség is átvette, a szolidaritás elvét. Tehát a legfontosabb elve a pápai tanításnak régen része az EU és alapdogmáknak, viszont azzal, hogy mi a felelőssége a vállalkozónak, eddig csak az úgynevezett CSR, vagyis Corporate Social Responsibility, magyarul vállalati felelősségvállás irodalom foglalkozott, ez részint akadémiai vita volt, részint pedig egy nagyon ügyes PR vagy PR fogás a nagyvállalatok részéről, többnyire a multinacionális nagyvállalatok kísérleteztek ezzel, hogy javítsanak az imázsukon. Ezzel szemben nem imázsról van szó, hanem a valós felelősségéről is. 3-4 pontot szeretnék kiemelni. Az egyik az, hogy nagyon pozitívan áll a vállalkozókhoz és a vállalkozáshoz. Ami azért újszerű, mert egyházi körökben, mind a felső papságnak, mind az alsó papságnak, hogy illik úgy agybigyeztéssel gondolni, főleg a nagy tőkére. Meg hát ugye általában nagyon rossz sajtó a jelenleg például a bankoknak, most ez nem a bankokról szól, hanem a vállalkozókról, és a vállalkozókról igazából megnézik a tévéfilmeket vagy játékfilmeket, akkor ha egyáltalán előfordulnak, akkor negatívan. Tehát fegyvergyárosok, meg csalók, meg tehát pozitív imás szinte nem is létezik, legfeljebb ilyen PR filmekben, tehát igazi játékfilmekben, amik népszerűek nem. Na most ehhez képest nagyon pozitív képes, úgy mutatja be, mint az kvázi a teremtés résztvevőit, akik folytatják a teremtés művét, vagyis létrehoznak olyan közjavakat, amelyek az emberek életét elősegítik. Ez az alap meghatározása a vállalkozónak. Hát ez zseniás, én évek óta tanítom, és olyan boldog voltam, amikor ezt hallottam ott Lyonban, meg most olvasom, írásban is kinyomtatták. A második az, hogy a haszonról nagyon pozitívan nyilatkozik. Én évek óta Peter Druckert, a nagy menedzsment írót intézem, aki azt mondta, hogy a haszon az fennmaradás költsége. És a haszont teszi lehetővé is egy cég ne csak rövid ideig működjön, egy szezonig vagy egy pár évig, hanem évtizedig vagy akár évszázadokig. És hát ennek a fenntarthatóságnak, ugye sokat beszélünk fenntartható fejlődésről, hát először fel kell tartani az intézményeinket, mert intézmények közül a vállalatok roppant fontosak, hiszen egy vállalat ma a megfelelő a korábbani falunak. Vált az a közösség, ahol az ember idejének a legnagyobb részét tölti, nem mindegy milyen körülmények között. Na most erre tartalmaz az írás nagyon pontos útmutatásokat, és azért is újszerű ez az írás, mert a pápa írások mindig a elvi síkon maradtak. Nem nagyon közeledtek a gyakorlat felé, mert akkor attól féltek, hogy egy kicsit pártpolitikában mártják be magad minden. Most ezt a csapdát elkerülték, itt szó sincs napi politikáról, viszont nagyon szó van etikáról. Tehát mi az etikus magatartás? És ami megint csak új, nem a magasról prédikál lefelé, tehát mint egy filozófia tanítás, hanem a gyakorlatból indul ki.
nyilvánvaló, hogy ennek a megfogalmazása valós vállalkozók, gyakorlati vállalkozók vettek részt. Utolsó pont egy kvázi ilyen lelki tükröt hoz, hogy és praktikusan ma egy vállalkozó nem arról beszél, amit torkos voltam, hanem arról, hogy például megadja a tisztességes fizetést a munkatársainak, megbecsülje őket, olyan szolgáltatókat hoz létre, amit a társadalomnak valóban szüksége van-e, vagy több kontinens ugyanazt a politikát folytat. Tehát mindazt, amit a közgazdaságnak az új, modern, néha alternatív mondott szárnya képvisel, mint követelményt, ez most az egyéni szinten, mint egyéni felelősséget fogalmazza meg. Én ezt szenzációsnak tartom. Miért van a civilizáció krízisben, és erre a megoldást ajánl, ami nagyon fontos, mert állandóan csak panaszokat hallunk, és nem konkrét utasításokat. Itt viszont, hát utasítás aztán nem jó szó, útmutatás nyújt arra, hogy hogyan kell helyesen. És most én a menedzsmentben a Jesus kurzusaimmal, ami szemináriumok vállalkozók és tulajdonosok számára, ez egy háromnapos szeminárium, ezt mondom évek óta, és olyan boldog vagyok, és visszatalálom ebbe az írásba mindazokat, amiket én persze Márk evangéliumban vettem ki, nem én találtam ki, most visszatükröződik ebbe a dokumentumba, és az ember 2000 vállalkozót hall, hogy együtt hallgatja meg gyakorló vállalati vezetők és tulajdonosoknak a hitvallásait, ami ez volt a konferencián. Hát ez lenyűgöző. Volt ott például egyik legjobb francia fogyasztói cikkjának az igazgató, elmondta, hogy amikor a Moulinex tönkrement, csődbe ment, akkor 5900 munka került volna, munkás került volna a munkanélküliségbe. Ő inkább úgy döntött, hogy megvásárolja ezt a céget. Na most a bankok, a tőzsde, a pénzügyi tanácsadók, az igaz, mindenki ellene volt, ő ezt vállalta, és remek sikerrel hajtotta végig a két vállalat egyesítését. Mind a kettő fennmaradt, és együtt most már a francia piacot uhalják. Ez így mutatja azt, hogy az erkölcsös magatartás, ami átvonhatva a keresztény elvektől, nemhogy nem csődbe vezet, hanem éppen ellenkezőleg az hozza tartó sikert. Hát ezt az üzenetet hajtogatom jó ideje, és nagyon örülök, hogy ezt most legmagasabb szinten is megfogalmazták. Ez a lelki tükör milyen kérdéseket tesz fel a vállalkozóknak? Hát felsorolhatnék egy párat, hogy például ugyanazokat az erkölcsi normákat követem-e különböző földrajzi helyzetekben. Persze ez finom körülírása annak, hogy nem kizsákmányok ki gyarmati módon. Például Magyarországon egy multiként. Tehát ez tilos magyarán mondod, de pozitívan fogalmaz és kérdés formájú fogalmaz. Aztán keresem-e azt, hogy mindazoknak, akik részt vesznek a vállalat sikerébe, tehát akik a tőkét nyújtják, akik a munkájukat nyújtják, akik a fogyasztóim, akik a beszállítóim és a lokális, tehát a helyi önkormányzat, hogy ezeket megfelelően jutalmazom. Ez pontosan a corporate social responsibility-nek a megfogalmazása, de mint kérdés, hogy megteszem-e? És úgy gondolom, hogy ha elkismert, sohat nem tovább. Tehát minden lényeges pont, ami egy vállalkozó meg kell fontolni, ahhoz, hogy igazságosan és ezáltal sikeresen működjön, ezek itt megtalálhatók. És hát tulajdonképpen azt kell mondani, hát én alig várom az első ilyen gyógyult, aki jön hozzám, és így jól is. Én aztán meg fogom hirdetni, hogy külön gyóntatás vállalkozóknak és menedzsereknek. Az én kurzusaimban nagyon sok ember azért, mert azt mondja, ő magát gyakorló kereszténynek tartja, de van egy kis problémája. Úgy gondolja, hogy csak vasárnap tud keresztény lenni, hétközben ilyeneket mondanak, hogy hát adócsalás nélkül nem lehet megélni az országban. Na most én 2004 óta mutatom az ellenkezőt, és mindig azt mondom, hogy azt a kreativitást az adó kiterésére fordít, az fordíts munkatársadra közösen új termékek vagy új szolgáltatók létrehozása. Most ebben megint megerősít ez az okirat, és én ebben nagyon, még egyszer nem tudom mondani, nagyon-nagyon-nagyon örülök. Korábban vezetői szeminárium csak egy-kettő volt egy évben, most egyre több van. Elsősorban kis- és középvállalkozásoknak tart szemináriumot. Lát-e elmozdulást? Ott a probléma sokkal kisebb. Ők természetöknél fogva, mert be vannak ágyazodva például a helyi társadalomba. Hát hogyha én egy 30 ezer lakosú kisvárosa vagyok és nem viselkedek etikusan, engem kinéznek a társadalomban. Ez igazán a probléma a nemzetközi multiknak, főleg azoknak, amelyeknek a tulajdonosa nem egy család, mint a Kvant család a BMW esetében, azt éppen nem multi ebben az értelemben, hanem névtelen, beruházó társaságok, akik teljesen mindegy, hogy mit járt az a cég, fegyvert vagy drogot, csak hasznot hozzon. Most ezekkel szemben a kis és középvállalat eleve
az erkölcs alapján állnak. A problémák, hogy nehézségeik vannak szembeszállni a bürokráciával, szembeszállni a korrupcióval, amelyet bizonyos politikai körök gerjesztenek. De most itt nagyon nehéz helyt állni, de azok, akik mernek helyt állni, és túlélik a krízis, azok a legszolidabb állatok, és azok biztos, hogy nagy előnnyel indulnak a nemzetközi versenyben. Önnek volt lehetősége megtapasztalni, hogy milyen a multi gépezete, milyen, amikor részvényeseknek kell megfelelni. A multi cégek tudnak ebbe az irányba elindulni, vagy ez egy hosszú folyamat? Csak tudnak, hanem akarnak is. Nem feltétlenül mindenki belső motivációból, hanem iszonyatos kényszer van rajtuk. A közvélemény nagyon ellenük fordul. Amikor most nem akarom mondani a cégnek a nevét, egy nemzetközi olajtársaság azt hirdett, hogy ő milyen tisztán tartja a folyót egy afrikai országban, és kiderült, hogy ez hazugság, ez egy katolikus adó, egy kollégájuk nyomozta ki, akkor viszont ez hatalmas sok volt az illető vállalatnak, rengeteg presztízs vesztett, nagyon sok PR-ba fog ez kerülni ez helyrehoz, és rájöttek, hogy ezt nem lehet csinálni tovább. Azok, akik versenyben vannak egymással. Vannak például bankok, amelyek csak olyan cégnek adnak hitelt, amely elkötelezi magát a vállalati felelősség mellett. Ez egy lassú folyamat, most indult be. De tegnap a Ellen Porter nővé az egy nagyon izgalmas példát mutatott, hogy a középkor elején, tehát amikor összeomlott a római birodalom, nagyon hasonlít a mai helyzethez, szeretném jelezni, a bencések azáltal, hogy a munkát, órát, labora felértékelték, gondoljuk addig, hogy rabszolgatársadalom volt, egy úr nem dolgozott. Na most ők elegánsát tették dolgozni. Na most egy hasonló jelenség van, legalábbis potenciális, és reményem szerint, hogy megváltozik a vállalatok hozzá, nem a profit lesz a valós motivációjuk, hanem az, hogy a társadalomtól kapott előnyöket visszaadják. Tehát egy körforgás hozzanak létre, úgy, mint a természetben létezik. A természetben is minden állandó körforgása van. Ezt a körforgást létre kell hozni az ipari és posztindustriális társadalomban is. Ez az erkölcsiség az arisztokráciában jelen volt, hiszen ők nem csak a hasznot nézték, hanem ugye azzal a komoly erkölcsi felelősséggel nevelődtek, ugye általában úgy nevelték őket, hogy igenis felelősséggel tartoznak a többi. Ezt látjuk egy festetésnél, láttuk egy Széchenyi Istvánnak, persze nem minden arisztokrata volt ilyen, voltak léütő arisztokraták is, ezt nem vitatom, de nekem például nagyon nagy emlékem az emigráció, több arisztokratát megismertem, hogy hihetetlen a gyerekeiket is, ez már polgári életmódú, tehát bankába dolgoztak, vagy stb. De a gyerekeit arra nevelték, hogy te nemes vagy, te többre vagy, te többre vagy köteles. És én azt gondolom, hogy a magyar alkotmányban az, hogy beemelték, hogy nem csak jogaink vannak, hanem kötelességeink, ez szenzációsan új, és az európai közösség állam bírál minket, inkább ettől tanuljon, mert eljött megint a kötelességek és jogok egyensúlyának a korszaka, és hát a vállalatok a legfontosabb terep, azt meg kell valósítani, hogy nem csak jogai vannak a munkatársaknak, tulajdonosnak, hanem kötelességek is vannak mind a munkatársaknak, mind a tulajdonosoknak.